Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Dobogó műsorát látják. A mai napon rendhagyó módon nem egy szemét kerestünk föl, hanem egy egyesületet. A budaörsi kertbarátokat kerestük meg, velük beszélgetünk a terveikről, megalakulásukról, elképzeléseikről, és természetesen a tavaszi munkálatokról, ami előtt állunk. Beszélgető partnerem pedig Bea asszony, aki ugye az egyesület elnöke. Hogyan alakult, hogyan jött létre ez az egész, és mikor? 2005-ben kezdtük, most vagyunk 9 évesek, jövőre 10, és szeretnénk egy kis kiadványt a eddig elvégzett munkánkról és a terveinkről készíteni. Természetesen benne lesz minden tavaszi munka, az összes őszi kirándulások és mindenféle program. Most is például készülünk már a március 17-i nyitni kékre, ami harmadszor lesz megrendezve. Lassan 10 éve így gyűlik össze az egyesület, de hát hogy indult ez az egész? Hát kinek volt az ötlete, honnan jött maga az egyesületnek a terve, az elképzelés, és milyen célok voltak annak idején? Egy olyan ember hozta létre ezt az egyesületet, aki most is tevékenyen részt vesz a város közéletébe, és nagyon nívós műsorokat készít, ő pedig Szaplócainé Polgár Marianne, akinek az ötlete volt annak idején, 9 évvel ezelőtt, hogy egy kertbarát egyesületet hozzon létre, hál' Istennek. Én egy évvel később csatlakoztam az egyesülethez, akkor ő már nem volt tevékeny részes a kertbarát egyesületnek, ő a történelmi szalon műsor egy rendezvényeit szervezi. És akkor így lett bázis ez a kert, mert azóta mindig itt találkozunk. Igen, 6 évvel ezelőtt álltunk neki, hogy egy kicsit bemutatókert jöjjön létre, hogy ne csak szóba mondjuk el, hogy mit kellene Budaörsön, hanem tényleg próbáljuk példamutatón bemutatni, hogy hogyan lehetne termővé tenni a kerteket. És akkor alapítottuk ezt a kiskert és háziállat bemutatót. Akkor még tilos volt ugye a háziállatot tartani, de tavaly októbertől már legális ez a bemutatónk. Most csak tyúkjaink vannak, de nagyon-nagyon sokfajta növényt termesztünk, különlegességeket is. A név kötelez, mivel hogy az egyesületünk neve Lunc Ottokár egyesület, ugyanis Lunc Ottokár nagyon-nagyon sok szőlőfajtát hozott létre, és ezt a szakirodalomban utána lehet nézni, hogy nagyon termékeny szőlőnemesítő volt. Ha jól tudom, érdemes benézni ide az üvegházba is, mert hogy itt olyan különlegességek készülnek, vagy készülnek elő, hogyha lehet ezt mondani, ami utána majd a kertet meghatározza, ugye? Igen, hát már itt különlegesség, mert a füge megterem, hál' Istennek a klímaváltozásnak, a kivi megterem, tehát olyan növények vannak, amik nem szokványosak a kertbe, és próbáljuk a technológiát is változtatni. Van egy kis üvegházunk. Ez az üvegház leginkább arra célra jött létre, hogy a paprika termesztést megoldjuk, ugyanis Budaörsön szinte lehetetlen paprikát termeszteni ebbe az agyagos földbe. Körülbelül 6-7 fajta paprika és paradicsomfajtát állítunk elő saját használatra. Amikor majd kibújnak, jönnek a lányok és poharazzuk őket, úgynevezett pikírozási művelet alá vetjük, és nagyon érdekes növények átvészelik itt a nyarat, többek között az okra is, aminek a magját visszük majd ki a nyitnikék előadásra, hogy a budaörsiek is megismerjék. Fekete paradicsom, sárga paradicsom, nagyon különleges paradicsomokat is próbálunk termeszteni. És mire jó kint ezek a WC-gurigák? Ez egy német magazinból ellesett ötlet, aminek a lényege az, hogy termőfölddel megtöltjük, és nagyon jól tartja a nedvességet, és amikor ki kell a palánta, akkor nem kell kirázni belőle, csak így belehelyezi az ember a földbe, és nem sérül meg a gyökere, és olyan mikroklimát biztosít, ami nagyon kedvező a csíra növényeknek. A másik érdekesség, amit
használunk kertbarátot, mert nagyon jól bevált. Tavaly kezdtük el ennek a gyökérítatónak a használatát. Próbáltam kísérletet is folytatni, hogy az egyik betettünk, a másikban nem tettünk úgynevezett gyökérítatót, ugyanis ez egyrészt táplálja a növényt, másrészt pedig a nedvességet megőrzi, illetve levegőzteti. Szóval speciális anyag egyébként? Ez agyag ásvány, ami szintén jó dolog a növényeknek, tehát ebbe kerül bele utána a palánta vagy a virág, és nagyon jó. Most a Nyitnyitjék rendezvényünkön jön a feltalálója, ez egy magyar termék, semmiféle vegyszer nincs benne, és nagyon jó hatású mindenféleképpen. Már benne a lakásban kell az uborka, a paprika. Itt egy kicsit azért csalok az idő, mert annak ellenére, hogy nappal meleg van, éjjel még hideg van, tehát a paradicsomok még igencsak alszanak. De a borsó már kell, és a tavaly ültetett saláta is szépen zölddel. Ez a tavalyi saláta, tavaly lett ültetve tél alá, már nagyon szép. A petrezselye az még tavalyi szintén, tehát gyönyörű, mert a tél most nagyon enyhe volt, kedvező volt az időjárás, a bimbóskel is szépen megmaradt. De látom, itt van már a hagyma elvetve, a spenót, ezek most már várhatóak, hogy kijöjjenek, ott a borsó, és látom, hogy jött a kertbarátok további magokat vetnek, meg metszik a barackfákat. A szőlő már megvan metszve, mert az nagyon korán indult, azt majdnem mindenhol mindenki már megmetszette, és a barackfák következnek most. Túl az aktualitásokon egy kicsit, mennyire volt cél annak idején, mondjuk, amikor itt Szaploncai Marián, ha jól tudom, az ő fejében fogalmazódott meg maga az egyesületnek, igen, a terve, hogy megőrizzék ezeket a régi sváb hagyományokat, és hát mennyire tudta ezeket megvalósítani a tervei között az egyesület, ha egyáltalán ez volt az alapcélkitűzés? 2011-ben kezdtük. Akkor jött először velünk a hegyekbe Timon Béla, a Corvinus Egyetem tanára, és aki már 50 éve őszivarackkal foglalkozik, jött velünk, és akik jelentkeztek, helyi lakosok, tulajdonosok, 80-100 éves fákkal, azokhoz elmentünk, és arról vettünk szemzővesszőt augusztusban. Tehát 2011-ben már 30 fát kaptunk, és vissza is telepítettük Budaörsre. 2012-ben nem volt jó év, akkor nem voltunk szedni, de 13-ban tavaly nagyon sokat szedtünk, és most 70 fát fogunk visszakapni. Tehát ezeket is visszatelepítjük ide. Ezek azok a bizonyos ősrégi fajták, amire mondják, hogy a svábok telepítették és hozták ide be. Ecser Imre úgy látom épp az egyik legfontosabb dolgot, a barackfák metszését végzi. Mit érdemes tudni itt a barackfák metszésénél? Mire kell törekedni, hogy lesz jó a termés? Minden metszésnek több funkciója van. Egyik az, hogy a koronát alakítsuk, a másik az, hogy ritkítsuk, hogy levegőzzön. A harmadik az, hogy termést annyit hagyunk, amit a fa elbír, és azon kívül az őszivarackot szokták formázni katlana vagy kehely alakra. Na most ez egy több éves feladat, a koronaformálás, mert vannak elfogyások, vannak száraz nyártól való elszáradások, tehát nagyjából mindig tudni kell az embernek, hogyha én metszek minden évben, hogy előző évben mit miért metszettem, miért vágtam le, és most mit miért hagyok, és arra kell vigyázni, hogy vannak ilyen fajták, ahol a bimbók kint vannak a vesző végén. Most, hogy ha itt ezt levágom, akkor nem lesz hajtás, mert a hajtás a bimbók közt van. Tehát ezt nevezzük úgymond vegyesrügynek, tehát termés hajtórügyegyben. És azt is nézni kell, hogy milyen hosszú hajtások nőtek tavaly. Tehát most akkor azt egy picit szabályozni kell, hogy mondjuk egy ilyen hajtást úgy a felénél elvágunk. Egyrészt ezt a hosszú hajtásokat nevezzük vízhajtásnak is, tehát hogy hosszú kiugró hajtások, és jövőre, amit kihajt az idén, abból majd jövőre lehet egy új koronát hagyni. Mennyire kell a napra figyelni, mert szokták mondani, hogy a budaörsi barack akkor jó, hogy
középen is napot kap. Igen, legyező alakú, vagy hát a kehely, vagy a katlan alak, az azt jelenti, hogy középen jár a levegő, és középen tudja fényt is kapni. És hát különböző fajták vannak, korai, középkorai és kései. Azokra arra kell vigyázni, hogy nagyon korán nem etszük, mert a korai a meccés után kihajt, és akkor, hogyha jön egy késői fagy, azt elviheti. Egy ilyen barackfánál egyébként mennyire kell visszavágni, mennyi termést bír el, ami hogy egészséges és szép lesz? Na hát ez egy jó kérdés, akár szakmai kérdésnek is mondhatnám. Látni kell, hogy tavaly mi maradt rajta, és hogy most milyen erősek a veszők. Ezek jó erős veszők, és ha szabályos volna, tehát hogyha a táblánál csinálnánk ezt a bemutató veccést rajzon, akkor azt mondanánk, hogy rajzolunk egy hosszú egyenest, két oldalt elágazásokat rajta, és az elágazások egymástól 20 centire legyenek, és az egy-egy hajtásra legyen 3-4-5 ügy. Tehát az egy ilyen arányos, szellőzős, fényre kiterített, tehát végül is gyakorlat kérdése, hogy a barackfát az ember hogy metszi. És hát, hogyha erősebben vágom, akkor olyan hajtásokat hozhat az idén, amikkel jövőre nem lesz gyümölcs, nem lesz bimbó. Mennyire szokták az egyesületi tagok egymást segíteni ilyen esetekben, mondjuk mindenkinek van egy kis kertje, egy gyümölcsös, akkor mennyire végül szokott is, a csapat összefogni? Végül is ez lett a lényeg a Kertbarát Egyesületnek, hogy egymással konzultáljunk folyamatosan, eljárjunk egymás kertjébe, és mindenki hozza a maga tapasztalatát, és akkor azt kiértékeljük, és akkor valami konklúziót levonunk, hogy az mennyire helytálló, vagy mennyire jó. Én a hobbi kertészeket mindig legalább annyira aktívaknak tartottam, mint a papírra rendelkező kertészeket. A hobbi kertész a szívből csinálja, a lélekből csinálja, szeretetből csinálja. A papírra még nem biztos, hogy valaha is szakmai munkát végez az illető. Az alapítókat ismerjük, de azért kíváncsi vagyok, hogy az aktív tagok közül ki miért választotta az egyesületet. Először is nem lehet mindenki egyesületi tag, azt ki kell érdemelni, hogy valaki egyesületi tag legyen. Én most már egy éve kiérdemeltem az egyesületi tagságot, és nagyon sok hasznosat tanultam a ősi, régi kertbarát, vagy a kertészeti mesterségről, így a kertbarátokon keresztül. Én nekem például az egyik legnagyobb élvényem az volt, hogy 35 éve vagyok úgy, hogy kert közelében és kertet ápolok. Mindegy az, hogy most virágos kert és gyümölcsfás kert, hanem a mindig problémám volt, ha elutazom egy hétre vagy három napig nem vagyok otthon, és a 30 fokos hőségben mit csináljak a virágaimmal. És tavaly kaptam egy olyan jó ötletet az egyesületbe, hogy van egy úgynevezett olyan szer, ki szabad mondani a nevét? Gyökéritató, amit amikor palántázok és beültetem a ládákat, akkor minden növény alá teszek gyökéritató nevezetű, hát egy ilyen kis kagylószerű valamit, ami szabályozza a vízháztartását a növénynek, és hát a nyaralónkban, ahova mit tudom én, két hét múlva kimentem, azt hittem, hogy hát minden virágomat újra ültethetem, és virágzott, mint a csoda. Mindenki jött, hogy te mit csináltál ezekkel, mivel locsolod, hogy ez a tapasztalatom ebben a gyökérítatóval, és ezt is itt hallottam, soha nem hallottam volna ezt, hogy ilyen létezik, és most azóta mindenhova teszek, ahol hát tudom, hogy legalább kihagyok egy-két hetet a locsolással, mert ugye hát azért 30 fokos hőségben igényli a növény a napi vízellátást. Ez pedig egy olyan ilyen U-alakú hát edény, szerűség, amit aláteszek, de olyan pici, mint egy kifőzni való tészta, mint a csigatészta, és abban megmarad a víz, és amikor a gyökérnek szüksége van rá, akkor oda belekapaszkodik, és kiszívja onnan a nedvességet. Ez a titkok, vagy ez a rejtélye ennek a szernek. És mennyire van lehetőség ezt a tudást továbbadni, vagy szélesíteni mondjuk az ismeretségekkel? Hát el szoktam mesélni barátnőimnek, akik nem is kertbarátok, de érdeklődnek a kertek után, vagy pedig hát itt a kertbarátoknál is el szoktam mesélni, és továbbadom a tapasztalatot, amit tanultam, meg hát én is tanulom a barackfametszést, mert ugye egy éve van ez a őshonos, visszahonosított barackfánk, ami hogy a őszi barackfák, például a sampion, a mariska, a mit tudom én milyen nevezetű barackfák, és ebből van kettőm, és ezek szuperül megmaradtak a jó kis agyagos, köves, hát budaörsi talajon. És mert a régiek mind elpusztultak, mert 30 év után már sajnos akármit csinál vele az ember, nem tud termést hozni, csak hát szaporítja a gombákat meg a különböző kártevőket. Még a madarak se eszik le róla.
Igen, enyhe volt idén itt a tél, és hát gyakorlatilag hamar kezdődtek a tavaszi munkálatok. Mi minden munka van ilyenkor a kertben, amit ideje elkezdeni, megcsinálni? Hát, ahol kutyuska letaposta a földet, itt most föl kell lazítani. Szegény epreknek itt tetejére lett lépve, meg minden. Ezeket egy kicsikét levegőztetjük most már, meg hadd hozzon sarjakat. Úgyhogy ez, itt aztán lesz termés. És nagyon tetszik, hogy így van csinálva, hogy nem kell akkorát hajolni a szedésnél majd. Milyen eprek vannak itt, nekem föl se tűnt így rá? Ott is van, csak itt ott egy-egy még már kipusztult, de Ágika nagyon ügyesen csinálta meg ezt, hogy nem kell végénbe lábig lehajolni, ez tökéletes. Egyébként a régi hagyományos sváb, német kertekben mik voltak a jellemző növények, amik előfordultak? Zöldhagyma, ez a bulbilis zöldhagyma, amit csomósan árulták, és nagyon finom volt. Még én is szedtem és csomóztam. 5 darab volt, és 1 forintért adtuk. 5 darabot benne. Mi mindent ültettek ilyenkor annak idején? Hát, petrezselymet, azt minden kertben, mert az nagyon kellett, zeller, hagymákat dugdosták le, tehát a tavalyi bulbiliket ledugdosták, és akkor az jött ki. Mondjuk itt a budaörsi kertek, borsó, azok mennyire alkalmasak arra, hogy egy családot kiszolgáljanak? Teljesen el tudtak látni, egy olyan 204 szögöles telek, az tökéletesen jó volt azelőtt is. Mi volt az, amit be kellett szerezni, és mi az, ami ugye megtermett a kertben? Hát én elsősorban a virágokkal voltam jóba, mint kertészek vagyunk, nekünk rengeteg tulipán volt. És érdekes volt, hogy egyik évben volt, amikor sárga volt, másik évben piros, és utána cirmos. Tehát összeporzottak, és nagyon klassz volt. És azt is hordtuk be a csarnokba a virágot eladni. Azt látom, hogy most itt Kalákában megy a munka, de itt meg kérdeztem mástól is, hogy az egyesületi tagok azok mennyire szoktak összejárni és segíteni egymást mondjuk ilyen nagyobb tavaszi munkáknál. Hát tavaszinál, meg őszinél, szüretnél tökéletesen összehangban, és mindig jó hangulatban, és nagyon klassz a társaság. Tehát maga az egész társaság is azért vonzó, mert vidámak, jókedvűek és segítőkészek. És mennyire lehet ebbe belevonni a mai budaörsieket? Hát az nehezebb. Még a szomszédokat is úgy szoktuk, hogy mikor az utcába jön egy-egy új fiatal, akkor úgy elkapjuk, hogy hát itt el szoktuk söpörni a ház elejét, aztán látja is már, akkor megmutatjuk, hogy hogy kell a meccést csinálni, tehát lehet azért segíteni. És elsősorban szerintem a idősebbeknek kell a fiatalokat, mert a fiatalok nem annyira közelednek. Ami nagyon-nagyon jó, hogy nagyon sok óvodás, iskolás jár ide a kertünkbe, most is legalább 5 csoport bejelentkezett, ugyanis van egy kis keltetőgépünk is, és kiskacsákat, kislibákat fogunk tudni mutatni a fiataloknak, és hát bizony rácsodálkoznak, hogy milyen is igazából az, hogy gyönyörű állatok vannak és növények. Ennyi fért mai adásunkba, remélem sok érdekes információval gazdagodtak, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!